Legalább 29 sérültje van annak a 6,1-es erősségű földrengésnek, amely pénteken helyi idő szerint nem sokkal 9:30 előtt rázta meg a délnyugat-kínai Jingcsiang megyét. Megrepett, összeomlott házak maradtak a földrengés után. Kacsangjárásban, Mengung és Szutien falvakban megszűnt az áramszolgáltatás, de a távközlési hálózatot nem érte kár. A 6,1-es erősségű földrengésnek legalább 29 sérültje van, halottakról azonban eddig nem tudni. A katonaság már megérkezett a térségbe, hogy segítsék a lakosokat. A tartományi kormányzat egy 50 tagú munkacsoportot, sátrakat, takarókat, ágyakat és matracokat küldött a legsúlyosabban érintett területekre. Több helyen földcsuszamlásokat okozott a rengés, volt, ahol utak tűntek el a föld színéről. A kínai Myanmari határon található 300 ezres Jingcsiang térségben egy hete mértek egy 5,6-os erősségű földrengést, amelynek 13 sérültje volt. 2011 márciusában egy 5,8-as erősségű rengés következtében 26 ember meghalt, több mint 300 megsérült ugyanitt.